oldalúságomról szeretnék tanúbizonyságot tenni, amikor elszavalom önöknek, Petőfi Sándor egy gondolat bánt engemet, hát az átlagostól talán kissé elütő értelmezésben, amolyan pluralista felfogásban. Egy gondolat bánt engemet. Ágyban párnák közt halni meg, lassan hervadni el, mint a virág, melyen titkos féreg fogarág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagy egy üres szobában áll. Hát ne így halált adj, Istenem, hát ne így halált adj. Én nekem? Legyek fa, melyen villám fut keresztül, melyet szélvész csavar ki tövestül. Legyek kőszű, mint hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép jármát megunva síkra lép, pirosló arccal és piros zászlókkal, s a zászlókon eme szent jelszóval világszabadság, és ezt elharsogják, telettől nyugatig, és a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem el én a harc mezején. Ott folyjon ki az ifjúi vér szívemből, s ha ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelj el azt az acéli zörej. Trombit a hangja, az ágyú zörej. S holtestemen át fújó paripák száguljanak a kivívott viadalra, s ott hagyjanak engem összekiporva, s ott szedjék össze elszórt csontomat, ha jön majd a nagy temetési nap, hol ünnepélyes lassú gyászzenével és fátyolos zászló kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság.